Szeptember Szent Mihály, Föld anyja hava, Tigris hava. Somlyó Zoltán, szeptember. S kopogtatás nélkül benyit az ősz. Adója legjobb jónak, az érett magzatot hozó anya, a 9. hónap. Szeptember a három ember végül hónap első tagja. A régmúlt szerint szeptember szép ember, november csúf ember, december rossz ember. Hűvösödik az idő. Azt mondják, megnézi szeptember, miért dolgoztunk a nyáron. Szeptember 23-án kezdődik a csillagászati ősz. Szeptember 1. Egyed napja. A 14 segítőszent egyike. Főleg a bűnösök szószólójaként, a szoptató anyák védőszentjeként, és szorványosan a jószág patrónusaként tisztelték. Ünnepe naptári helye miatt is többfelé őszkezdő napnak számít. Egyes erdélyi református magyar szorványokban a múlt században ezen a napon a jószág oltalmazó egyed ünnepén álltak szolgálatba a főpásztorok. Ettől kezdve 6 hétig nem vettek tisztát magukra, és minden pénteket megböjtöltek. Elsőjén kezdték meg a búza, másút a rozsvetését. A névhit szerint, ha e napon vetik el a búzát, bőtermésre számíthatnak. Ezen a napon lépnek szolgálatba a juhászok, kondások és a szőlőpásztorok is. Megkezdődik a szőlőőrzés. A disznót hízóba fogják. A gazdák merészebbje a nap hajnalán pucéran körbejárta a szőlőt, a négy sarkát gajakkal összekötötte, így űzve el a rontást a termésről. Szeptember 3-a, Nagy Szent Gergely napja. Ő maga is bencés szerzetes lett az András kolostorban. Mindezen külső tevékenysége mellett sokat írt. A négy nyugati egyházatja egyike. Mind pápa királyokkal és fejedelmekkel. Rontó nap a javából, a lassan beköszöntő őszre utal, hogy ez a szabadban fürdés utolsó napja. A lőrinces dinnye, körte már nem igazán ízes. Ezen a napon fordul időjárás. Ha szép idő van, hosszú lesz az ősz. Lőrinc napja után a fás növények megállnak fejlődésükben, és a kígyó odvába bújik. Szeptember 8-a, kisasszony vagy kisasszony napja, Szűz Mária születése. Ősi pogány őszkezdő nap, fecskehajtó kisasszonynak is nevezik. Fecskehajtó kisasszony napja figyelmeztető a vándormadaraknak, nincs tovább maradás, deresedik már a határ. Sok helyen a dióverés napja, búcsújáró nap. Az ünnep hajnalán a hajdani búcsusok a tiszta fénnyel felkelő napnak gyonták meg bűneiket. Azt tartják, akinek érdeme van rá, a fölkelő napban meglátja 44 Máriát, aki rózsaeső vagy bölcső alakjában jelenik meg. Ez a nap ősi pogány őszkezdő ünnep, a dióverés napja. A dió a halált és a szüzességet idézte meg egykor. Sok helyütt e nap volt a cselédek szolgálatba lépésének az ideje. Egyes helyeken e napon kezdték meg a gabona betését, e napra víradó éjszaka kitették a betőmagot, hogy azt az Úristen szentelése fogja meg. Időjárás rósó napnak is tartják, mert ha e napon buborékosan esett az eső, akkor a néphit szerint csapadékos ősz várt rájuk. Az élet a virágzás és növekedés után termésben, magban, kumóban folytatódik. Látszólag megállt, tétlen várakozik. A kinti élet kapuja záródik, a bentére terelődik a figyelem. Az elmúlás belesajdul a földi világba, és az ember lelkében is elfészkel a halálra való készülődés gondolata. A kisasszony a magyar népi hitvilágban rendszerint kísérteties lény, népmeséjükben ő az elvarázsolt tündér vagy királykisasszony, fekete kisasszony, veres kisasszony. Valószínűleg ősvallásunk egyik természetfeletti nő alakját nevezték így. Boldogasszony és kisasszony, mint anya és leánya, vagy ugyanannak a női szellemnek idősebb és fiatalabb énje, felismerhető az obiugor mitológia földanya, esthajnalcsillag ünnül kettősében.
Európai párhuzamuknak Déméter és Kóré Perszefóné, a gabona anya és gabona leány tekinthető. Erre több jel is utal. Először is még nagy boldogasszony az aratás záró ünnepe, kisasszony a vetés előkészületeli adját. A két ünnep időpontja és elnevezése egyaránt a gabona földi létének határait jelzi, és bevallottan azonosítja Máriát a gabona istennőjével. Búzaaratás, Mária halála. Búzavetése, Mária születése. Másodszor Perszefóné esetében láttuk, hogy a mag földbe kerülése és a föld téli kopársága ölt képet a leány alvilágra szállásában. Míg a vetés és a leányság közti összefüggés a keresztény képzetben kisasszonyunk születésnapjában él tovább, az alvilágra szálló leányistennő alakja inkább a hiedelmi kisasszonyokban maradt fent. A tündérmesék jó részében éppen e kisasszonyok alvilágba rablásra indítja a cselekményt, megfeleltethetően az évkör eme pontjában. És szerzett verességük, feketességük, az őszi lombok, a kopártéri földszíne, alvilági tartózkodásuk következménye. Nagy boldogasszony eredetileg Szent Annát, Szűz Mária kisasszony legendás édesanyját tisztelték elődeink. Ez Mária születésének ennél napját egy másik nevezetes nappal, Mária fogantatásának december 8-ai ünnepével kapcsolja össze, ami további magyarázattal szolgál a napbe öltözött asszony középkorban keletkezett kultuszára és ábrázolásaira, valamint a gyöngyöspatai Jessefája oltár képi üzeneteire. Az oltárfa koronájának öblében látható ovális kép Mária születését ábrázolja. Magát a templomot is kisasszonynak szentelték, búcsúnapja szeptember 8. Boldogasszony és kisasszony mellett fennmaradt még egy hiedelmi nő alak is a magyar néphitben, a szépasszony. Ez az ambivalens természetű női szellem lehetett ősvallásunk istennő triászának harmadik tagja, aki a szűz és az anya istennő, a kisasszony és a boldogasszony mellett a némfa hűtlen, hű szerető személyét képviselte háromságukban. Szeptember 12. Mária napja. Szűz Mária neve napja. Az újkorban Bécs felszabadulása után vált a török aluli felszabadulás ünnepévé, kultusza rohamosan terjedt. Ezt a passzaui Mária Hilf, azaz segítő boldogasszony kegykép ihlette, ami előtt a hagyomány szerint 1683-ban Lipót császár Bécs ostroma alatt imádkozott a győzelemért. Megjelentek a vásárosok is, úgyhogy a búcsú igazi népünnepé volt. Mária anyai fájdalmára, melyet megfizetett fia halálát látván érzett, emlékezés napja. Nagyon régi kultusz, egyike első nyelvemlékeinknek, az ómagyar Mária síralom is erre utal. A Pieta, mint az egyetemes emberi szenvedés, szimbóluma vonult be a művelődés történetbe. Számos ábrázolása létezik a halott fiát ölében tartó szűzanyának. Egerben ismert szőlőműves terminus a fájdalmásra szed, azaz a született erre a napra befejezi. Szeptember 21-e Máté napja. Apostol és evangélista. Vámszedő volt, mielőtt Jézushoz csatlakozott volna. Ábrázolásain ifjú alak áll mellette néha könyvet, alapádot tart a kezében. Krisztus halála után Etiópiába megy téríteni. Feltámaszt egy halott királyfit, ezért a városban a csoda hatására mindenki megkeresztelkedik. Máté hete a búzavetés ideje volt. Sok helyütt, például a bánátban, e héten kezdték meg az őszi búzavetést, amit férfiak végeztek szinte szótlanul. Majd a munka végeztével magasra dobták a vetőabrosz, hogy akkorára nőjön a búza. Másutt azonban ekkor nem szántotta, mert úgy vélték, akkor a földet fel fogja venni a gaz. Göcseiben is felvahétnek nevezték. Az elnapi tiszta időből például a szerémségi szőlős gazdák jó bortermésre következtettek. Szeptember 25. Gellért napja. Szent Gellért család első püspöke vértanú volt 1046 körül. Előkelő velencei család sarja,
aki súlyosan megbetegedett 7 esztendős korában. Szülei kolostorba adták. Felnőttként magasrangú pappá válhatott volna, erről viszont lemondott. Jeruzsálembe készült remetéskedni, de hajótörés szenvedett, és égi vezetéssel Szent István király udvarába került. Ő lett Imre herceg nevelője. Később a Bakonyba remetéskedett, egy szarvas és egy sebzett farkas nála talál melléket, és velük együtt élt békében. Később csanádi püspök lesz. Gellért tanácsára azonosítja a pápa Szűz Máriát a magyarok boldogasszonyával. Szent István király halála után a lázadók a Duna mellett hegyről Szekerestől lelökik. Azóta nevezik ezt a hegyet Gellért hegynek. Tiszteletére itt később templomot is építettek. Szeptember 26. Szent Kozma és Szent Damján napja. Egy szent ikerpár a magyar szent korona képei között. Kozmáról és Damjánról, a korai egyház két nagy vértanú szentjéről legendájukon kívül alig tudunk egyebet, mint hogy a szíriai Cirusban szenvedtek mártíromságot. Állítólag Arábiában születtek. Ikertestvérek voltak, és mindketten a gyógyítást választották élethivatásul. Ingyen gyógyítottak, és a gyógyírt is ajándékképpen adták a betegeknek. Ezért nevezték őket a pénztelenneknek. Mivel keresztények voltak, betegeiknek nem csak a testét, hanem a lelkét is ápolták. Líziás prefektus elsőnek az apostoli ingyen orvosokat vetette kínvallatásra, ám eredménytelenül. Álhatatosságuk miatt megkötözve a tengerbe vetette őket, azonban a köteleik feloldódtak és sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután mágiára állította őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. Oszlophoz kötözték ezután a két embert, de a nyílzápor sem tett kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak a lefejezésük vetett véget 303-ban. Szeptember 29. Mihály napja, Szent Mihály ankarja ünnepe. A hagyomány úgy tartja, Szent Mihály a túlvilágra költöző lélek bírója, kísérőtársa. Katolikus hagyomány szerint Szent Mihály, Mihály arkangyal, egyik a 7 főangyalnak, ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Általában szárnyal van ábrázolva, egyházi ruhában vagy harci öltözetekben, karddal, pajzzsal és kopjával. Lábánál a legyőzött sárkánnyal, a sátán megtestesítőjével. Többször ábrázolják mérleggel a kezében, mint az eldöntésre hivatott szemét, a lelkek mérlegelőjét. E nappal megközeljük az úgynevezett kis farsang ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin napjáig, november 25-éig tart, valamint az eszemiszom dínom-dánom lakodalom hét határon, a nagy őszi lagzi és a kis farsang, az őszi juhász vigasságok ideje. Ez a nap a gazdasági évfordulója, a gazdaság évet lezáró ünnepek szeptembertől novemberig tartottak. A Szent György napjakor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. A gazdálkodóknak a számadás napját is jelentette, a pásztorok hazahajtották az állatokat, elszámoltak, kezdetét vette a kukoricatörés. A Hortobágy környéki juhászokat Mihály napjától Mihály napig fogadták fel. Így ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep, mulatságokat, bálokat rendeztek. A cselédfogás ideje is Szent Mihály napja volt. A Szent Mihály napi cselédfogásról szól a következő csalóközi énekszöveg. Mikor a szógát fogadják, öcsém uramnak szólítják, de amikor már megkapták, csak főtt krumplival táplálják. E naphoz is kapcsolódik női munkatilalom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze. Aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a ház felett az ég. Szeptember utolsó hetében Szent Mihály ünnepére készül a határ, és a természet rendjét érző ember is. Szent Mihály elszámoltat az esztendő estéjén, és visszatekintve tisztában látszik minden erény.
minden tévedés hiba. A jótettek erények számbavétele örömet, biztonságot hoz, de a rosszal, mulasztással is el kell számolni, hogy ne nyomassza tovább az ember lelkét. Erre a legjobb alkalom a zajos mulatság, a szüreti bál, az úgynevezett kis farsang. Megszakadt a fű gyökere, megszűnik a mézelés, a halak a vízfenekére húzódnak, megkezdődik az őszi vetés. Jön az ősz, már hullanak a cifra virágok szirmai, rongyban, mint farsangi plakátok, a süvít a böjti szél. Nincs szükség rátok, már vége a násznak, megestek a lányok.